Szeretettel köszöntöm nézőinket! Mai adásunk főszerepében a perlátor áll. Ez egy olyan pici áramlás szabályozó eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a vízcsapokon 40%-kal kevesebb víz folyjon át. Ezt bármely budakalászi háztartás megigényelheti, a budakalászi önkormányzat és egy budakalászi cég jóvoltából teljesen ingyen. Vendégeim a stúdióban dr. Makovec Tóth Zsófia, az ESG Pro Hungary ügyvezetője, és Gazda Géza, az önkormányzat képviselője. Szeretettel köszöntelek benneteket. Az önkormányzat nagyon sok mindent tesz a gazdasági válság óta is, hogy kevesebb legyen az áramfelhasználás a városban. Hol találkoztatok Zsófia cégével, és hogyan beszéltétek meg, hogy ezt a programot elhozzátok Budakalászra? Zsófi, átadom ebben a szót. Hát én megkerestem az önkormányzatot, hogy van ez a lehetőség, és hogyha szeretné, akkor közvetítheti a budakalászi lakosok felé. Zsófi, neked miért fontos a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás? Én az Gödöllő Agrár Egyetemet végeztem, és ott elég szoros kapcsolatba kerültem a környezetvédelemmel, környezettudatos agrár módszerekkel. Tehát innen származik egyrészt a tudományos alapú környezettudatosság, valamint így is éltem, tehát így is nőttem fel. A családomban mindig is fontos volt a környezetvédelem, a környezettudatos életmód. Mindig mindent újra hasznosítottunk, újra használtunk, és tulajdonképpen innen származik az, hogy én szeretnék valamit tenni, amennyit meg tudok tenni a környezetvédelem érdekében. Hogy egy picit közelebb hozzuk a nézőkhöz ezt a programot, először beszéljük meg talán azt, hogy mi is ez az eszköz, hogyan néz ki, hogyan használható, és miben segíti a háztartásokat. Ez az eszköz itt van ebben a dobozban. Először is a perlátorról lehetne beszélni. Ez egy kis áramlás szabályozó betét, ami a csapokba szerelhető, mosogató, illetve kézmosó csapokba, és tulajdonképpen itt ezeken a réseken keresztül levegőt szív be a rendszer, és amint átjut a víz az eszközön, akkor feldúsítja levegővel a víz átfolyó vizet, és így tulajdonképpen érzésre ugyanazt az érzést biztosítja, mint hogyha teljesen kinyitottuk volna a csapot akadály nélkül, de mégis visszatart az egész eszköz némi vizet. Tehát ennek az áteresztése 4 liter vizet ereszt át percenként. Mm-hmm. Tehát, hogyha mondjuk mosogatunk, vagy kezet mosunk, akkor nagyon hasznos, hogy ne folyjon feleslegesen az a töménytelen víz, holott csak be kellett nedvesíteni a kezünket, és ugyanúgy lemossa mondjuk a szappant, a mosogatószert. Igen. Érdemes lenne akár minden csapra felszerelni háztartásonként egy ilyet. Igen, ezért biztosítunk minden csomagban 3 perlátort, így úgy kalkuláltunk, hogy minden háztartásban körülbelül 2 zuhany van, vagy tehát 2 fürdőszoba, vagy 1 fürdőszoba és egy kis kézmosó. És hát a felszerelése. Hát a felszerelése sem ördöngösség, tehát bátran mindenki megrendelheti ezt a perlátort. Igen. Az eszközhöz biztosítunk egy kis szerelő kulcsot, aminek a segítségével le lehet szerelni a csap végéről a gyűrűt, és abba kell belehelyezni ezt a perlátort. Hány százalékos rezsimegtakarítást lehet elérni ezzel a pici kis készülék eszközzel? Amelyik csapra felszerelik ezt az eszközt, az akár 40%-os megtakarítást is el lehet érni. Ugye itt most nem csak a vízre gondolunk, és majd csatorna költségekre, hanem némi energia megtakarítást is biztosít az eszköz, mivel azt a vizet, amit nem használtunk el, nem kell felmelegíteni. Ugye abban az esetben vonatkozik ez, hogyha meleg vízzel mosogatunk, illetve kezet mosunk. A természet és a környezetvédelmen és a pénztárcánk védelme érdekében nagyon
nagyon jó ez az eszköz, de ezen kívül az is egy jó hír, hogy a budakalászok ingyen hozzájuthatnak egy ilyen kis doboz, 3 perlátort tartalmazó csomaghoz. Hogyan tudjátok lehetővé tenni a te céged és az önkormányzat összefogásával, hogy ez ingyenes lehet? Ugye ezek az eszközök nekünk is pénzbe kerülnek, viszont az Európai Unióban léteznek már régóta olyan alapok, amelyek pont az ilyen környezettudatosságot elősegítő vízmegtakarítást és energiamegtakarítást elősegítő projektek hátterében állnak. Géza, az önkormányzatnál is fel vannak szerelve ezek a kis betétek, ugye? Jól tudom? Igen, ugye az energiaválság kikényszerítette belőlünk is a gondolkodást olyan szempontból, hogy hogyan lehet gazdaságosan üzemeltetni a különböző önkormányzati létesítményeket, és ennek egyik eszköze lett ez a perlátor, tehát minden önkormányzat által üzemeltetett intézményben gyakorlatilag ezek az eszközök föl lettek szerelve. Ez mint egyik lehetséges módja a megtakarítási lehetőségeknek. Hát ezen kívül persze a világítás meg egyéb területeken is komoly fejlesztések voltak, energiatakarékos égők, de most itt a perlátornál maradva gyakorlatilag minden intézményben ezeket felszereltük, és úgy tűnik, hogy hatékonyan működnek. Tehát az oktatási intézményben, a közigazgatási intézményekben mindenhol jelen igen, van igen, már igen, ez a perlátor? Mindenütt ezek le lettek cserélve, úgyhogy tapasztalataink vannak arról, hogy ez egy jó gondolat, jó eszköz, úgyhogy ennek ezt a pozitív tapasztalatot akarjuk megosztani a kedves budakalászi lakosokkal. Milyen költségcsökkentő fejlesztéseket, illetve beruházásokat, fejlesztéseket tud az önkormányzat még létrehozni? Hát az energiaválság azt a kényszerpályát hozta, hogy rövid távon mit tudunk gyorsan, mint intézkedés bevezetni, és hosszabb távon mik a lehetőségek. Rövid távon ugye ezek az egyszerű eszközcserék, tehát a korszerű világítás bevezetése, tehát mindenütt LED izókra lett kicserélve az összes világító elem, és többek között ez a perlátor eszköz is be lett mindenhova szerelve. Hosszabb távú lehetőségként pedig olyan gazdasági megoldásokkal élt a hivatal, hogy az energiavásárlásnál jó időben, jókor, kedvező áron szerződött le energiaforrásokra, ami nyilván hosszú távon ez egy fontos, jól kalkulálható dolog. Mit tapasztaltatok a hivatalban, amikor felszerelték a perlátorokat, és mondjuk kézmosásnál, mosogatásnál? Hát valójában, hogy mondjam, felhasználási szempontból nem okozott változást, tehát igazából majdnem ugyanazt az érzetet kelti, mint az eredeti bővízzel átfolyó csaptelep, de mondjuk, mikor egy pohárvizet megtöltünk vízzel, akkor az lehet érzékelni, hogy ugyanannyi idő alatt kevesebb víz, tehát magyarul ugyanannyi idő alatt kevesebb víz folyik át, annak ellenére, hogy vizuálisan ugyanaz az élmény. Úgyhogy valóban itten a vízfelhasználás során itt valóban egy megtakarítás kell, hogy megvalósuljon, amit nyilván hosszabb távon lehet majd vizsgálni havi vagy éves szinten, de az elmondottak alapján ez várhatók, ezek az eredmények. Zsófia, hol lehet jelentkezni, milyen formátumban és milyen felületen az ingyenes perlátorért? A jelentkezés módja a perlátorprogram.hu oldalon történik. A lehetőség az ott van egy formanyomtatvány, amit ki kell tölteni, és igénylés esetén ugye az adatokat nagyon fontos, hogy pontosan adják meg, mert az igénylők postán fogják megkapni a kis csomagjukat. Mennyire lesznek biztonságban a
felhasználóknak az adatai, hogyha kitöltik ezeket a formanyomtatványokat, és megigénylik a áramlásszabályozó betéteket? Az adatokat nagyon szigorú adatvédelmi szabályzat mellett kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és nem fogjuk zaklatni a jelentkezőket sem hírlevelekkel, sem egyéb reklám tevékenységgel. Nekünk az adatok azért fontosak, hogy tudjuk beazonosítani, hogy pontosan hol történik az az energia megtakarítás és víz megtakarítás, amihez mi biztosítottuk az eszközt. Mennyi időt kell várni a kiszállításra, hogyha valaki megrendelte a perlátor csomagot? Körülbelül egy hét az átfutása, és tértivevénnyel fogják megkapni a csomagot azok, akik igényelték. Tehát még egyszer hangsúlyozom, akkor semmit nem kell fizetni, csak aláírni a tértivevényt, hogy megkapta valaki. Igen. Igen. Ki igényelheti a perlátor csomagot, és hányat háztartásonként? Minden 18 évet betöltő személy igényelheti, és ingatlanonként lehet egyet igényelni. Tehát ha valaki több ingatlannal rendelkezik, akkor minden egyes ingatlanra igényelhet, csak a beszerelés helyét kell jeleznie, hogy az melyik ingatlanba lesz beszerelve. És akkor a weboldalon, a perlátor.hu-n minden szerelési információt megtalálnak az igénylők, bár tényleg nem egy ördöngösség. Jó. Természetesen a csomagban is benne van a beszerelési útmutató, amely részletesen leírja, hogy pontosan hogy kell az eszközöket beszerelni. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezeket az információkat. A nézőknek pedig szívből ajánlom, hogy igényeljék meg ezt az ingyenes kis betétet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!